A rendőrség honlapján közzétett körözéseknél különbség van az elfogató parancs alapján körözött személyek és az eltűnt személyek között. Ez utóbbi kapcsán éves szinten közel 18 ezer kiskorú eltűnéséről érkezik bejelentés, amelynek közel kétharmada 14 év feletti kamaszokat érint. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye évek óta listavezető az országban eltűnt kiskorúak tekintetében. A tavalyi évben 3204 eltűnést regisztráltunk, ami fiatalkorút vagy gyermekkorút érintett. Ezzel abszolút listavezetők vagyunk az országban. Ennek alapvetően egy oka van, az pedig az, hogy az eltűnt gyermekek túlnyomó többsége lakóotthonból szökik meg, és a mi megyénkben nagyon sok lakóotthon van. Azt, hogy miért szöknek meg, ez több kérdést is felvet. Alapvetően a tapasztalat az, hogy egyrészt kalandvágyból szöknek meg, másrészt a fiatal lányok mondjuk szerelmesek lesznek például, és amit még mindenképpen ki kell emelni, az az, hogy sokan azért szöknek meg, hogy a családjukhoz, ahonnan pont kiemelte a hatóság őket, visszaszöknek főleg karácsony idején, de ez nyári időszakban is előfordul. A rendőr alezredes hozzátette, a 3204 eltűnés nem azt jelenti, hogy ennyi fő tűnt el, hanem ennyi esetben kellett a rendőrségnek intézkednie. A 3204 eltűnéses eset hátterében valójában körülbelül 400 olyan gyermek van, aki rendszeresen elszökik a lakóotthonból, de sok esetben még aznap vagy pár napon belül előkerül, jól lehet később ismét megszökik. Kovács Attila hangsúlyozta, minden eltűnést azonos súllyal kezelnek, még akkor is, ha az eltűnt kiskorú rendszeresen van szökésben a lakóotthonból, és már ismerik a hatóságok. Magában azt is látni kell, hogy ezek a gyermekek, fiatalkorúak, akik megszöknek, egyrészt bűncselekményt követhetnek el ebben az időszakban, adott esetben, ami nyilván egy óriási probléma lehet, másik pedig az, hogy az ő sérelmükre követhetnek el bűncselekményt, és ezért is fontos, hogy minél hamarabb meglegyen. Kiemelném itt főleg a fiatal lányok esetét, akiket esetleg prostitúcióra kényszerítenek, akár elvihetnek Nyugat-Európában is, emberkereskedelemnek lehetnek az áldozatai. Mindenképpen fontos éppen ezért, hogy közösen lépjünk fel. Ez nem csak rendőrségi feladat, azt is látni kell, hiszen nyilván a rendőrség megteszi a szükséges intézkedéseket, de együttműködve a gyámhatósággal, a lakóotthonnak a vezetőjével, nyilván ez egy közös munka és egy közös összefogás, és ebben az évben egyébként tervezik, hogy többször is még inkább szorosabbra fogjuk az együttműködést velük, pontosan azért, hogy ezen a számon valamit próbáljunk változtatni. A kiskorúakat érintő eltűnések mellett a rendőrséghez folyamatosan érkeznek a kibertérben elkövetett bűncselekmények bejelentései is, amelyekkel kapcsolatban Kovács Attila úgy véli, a legtöbb esetben elkerülhető volna, ha jobban vigyáznánk az adatainkra. Tehát, ha egy e-mailben vagy SMS-ben bárkitől személyes adatokat vagy folyószámla adatokat kérnek, először győződjön meg arról, hogy valóban a szolgáltatója áll le a háttérben. Bármi nemű ilyen jellegű megkeresésre, akár e-mailben, vagy akár SMS formájában azt tudja a rendőrség tanácsolni mindenkinek, hogy ilyen módon a pénzügyi szolgáltató sosem keresi meg az érintettet, ne adjanak ki sem bankkártyaadatot, sem PIN-kódot, sem folyószámladatot, és egyáltalán semmiféle személyes adatot ilyen módon ne juttassanak el a őket megkereső részére. Ha bármilyen aggály merül fel, akkor meg kell keresni a saját bankjukat, hívják fel, lépjenek kapcsolatba vele, és akkor tisztázzák a körülményeket. Önmagában abból nem hinném, hogy probléma lenne, hogy valaki nem teljesít, akár a bankjának is azonnal egy kérést, hanem először van egy ilyen gyanúper az ő részéről. Másrészt egyébként a bankok is úgy vannak ezzel, ők is rendszeresen adnak figyelemfelhívást, és én azt gondolom, hogy inkább legyünk óvatosak, inkább történjen meg egy transzakció később, akár napokkal is, de ne legyen az, hogy amire egyébként sajnos a mi megyénkben is volt példa, hogy több millió forintot valaki átutalt úgy, ami aztán nyomon veszett. A bűnmegelőzési osztály vezetője azt mondta, az online csalások áldozatait a legnehezebb kárpótolni, mivel az így kicsalt pénzösszegek felkutatásában van a legnehezebb dolga a rendőrségnek, hiszen a csalók a világ bármely pontján lehetnek.